Gyermekek táncolnak a Szedresi Lovas udvarházban, ahol az Elektrolit Kft. Tartotta meg a családi napját. Ez a hagyomány már több évre nyúlik vissza, ám ezt a céges majálist csak másodszorra rendezték meg, a rendkívüli érdeklődésre való tekintettel, mondta el a cég ügyvezetője Sebestyén Gyula. Sok éven keresztül volt, 10-15 éven keresztül, és kihagytunk 4-5 évet. És a tavalyi évben szóltak, hogy hát próbáljuk meg még egyszer. És 200-an jöttünk össze, illetve addig számoltuk, annál többen voltunk. Nagyon jó, jól érzik magukat a szülők, gyerekek együtt, tehát teljesen jó. Tehát a család együtt van, és barátságok szülött. A gyerekeknek rengeteg szórakozási lehetősége volt. Artfestéseket és csillogó tetoválásokat kaphattak, játszhattak légvárban, a nap folyamán pedig egy bohót szórakoztatta őket, valamint egyedülálló módon egy nyuszi simogatót is elhelyeztek a kisebb gyerekeknek. Szeretem azért, mert jó a bundájuk, puha, meg hogy piros a szemük, cuki a bajszuk, mert majdnem meg akart puszilni. A felnőttek számára az íjászat adta a szórakozási lehetőséget, valamint a délutáni sorversenyek, amin többek között kötelet húztak, és az erősebb férfiak pedig bizonyíthattak, ki tudja gyorsabban oda-vissza húzni az egyik fogatot. A munkatársak szerint ezek a rendezvények jó hatással vannak a cég csapategységére. Ez a hasonló rendezvények, amik nálunk vannak a cégnél, ezek általában mindig összekovácsolnak minket, de szerintem anélkül is egy ilyen jó kapcsolatot ápolunk egymással. Az Elektrolit Kft. Családi napján az időjárás ugyan borús volt, viszont a cég munkatársainak a kedvét ez nem vette el. A sorversenyek és a családi nap fáradalmait főzéssel és közös ebéddel vezették le.